Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm kedves mindjártukat az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére rendezett emlékeskünkön. Mielőtt megkezdenénk műsorunkat, engedjék meg, hogy felolvassam Albert Camus, híres francia író és filozófus, 1957-ben írt gondolatait, amelyet az 1956-os forradalmárokhoz írt, és a magyar néphez. Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, a nyugati világ szemelátára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók vasárnapi kupa mérkőzés után. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavallíroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppét. Azok közé sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták maguk. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a minden innen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik, ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhúlnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, hogy soha és sehol el nem árulják, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha sehol még közvetlenül igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra, de meg kell kísérelnünk feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet. Bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és a szabad munka terméke. A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánat találunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmet velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzettségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk. A szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. 1957. októbere, Párizs. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa és a vásárhelyi forgatagmű szervezők nevében. Faludi György, híres költőnk, 1956-e Csillag című versében, amikor azt próbálja jellemezni, hogy hogyan viszonyultak az akkori államok az 56-os forradalomhoz, azt írja, hogy keletről mocskos felhők
nyugatról álszent röfögés. Ez volt a hivatalos attitűd. Viszont a világ költői, írói közül nagyon-nagyon sokan írtak és emlékeztek 1956-ra, a hősökre, az áldozatokra, úgy, ahogy az imént Kien László felolvasásában Albert Camus írását is hallottuk. Egész kötetekre kitesz az az irodalom, amely a magyar 1956-os forradalomról szól. Most pedig felkérem Buta Árpád Attilát, hogy jöjjön és énekelje el a híres nagy áriát a Erkel Bánkván című operájából. Visszaműzött kivándorol a sűrű híren át, ott fölgetegben nem leli vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyong, hogy egyes egyedül, úgy tépi tűn az orkán, mint az önfád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen meg magam. Most mind a kettő orvosra vár, s még így töprenkedem. Hazám borítja szent fötér, elvész becsületem. Vásárhelyen olyan énekes művészünk, aki ezt a hatalmas, gyönyörűséges és minnyájunkat mindig megborzongató áriát ilyen nagyszerűen tudja elénekelni. Én hálás vagyok a sorsnak épp ezért, hogy Marosvásárhelyen élek, ahol ilyen művészek élnek. A mai est házigazdája, tehát a vásárhelyi forgata természetesen a Jazz Klub, a Vásárhelyi Forgatag és illetve Egyesület, a Vásárhelyi Egyesület és a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, ezért dr. Zsigmond Barna Pál, mint házigazda is jelen van az estünkön, az emlékestünkön. Őt szólítom most a mikrofonhoz.
kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai estén. Minden kedves vendégünket külön is. Engedjék meg, hogy azért külön kiemelt tisztelettel köszöntsem Péter Ferenc urat, Marosmegyi Tanács elnökét, Isten hozta elnök úr. És minden más kedves meghívottukat. Minden történik valamiért, ez a ma este is történik valamiért. Amikor először gondolkodtunk arról, hogy 56-ot méltóképpen kéne megünnepelni itt Erdélyben, akkor egy esemény sorozatot terveztünk, amelynek része lett volna október 23-a környékén egy nagyszabású ünnepség Marosvásárhelyen. Ez akkor több okból nem valósult meg, hogy mondjálni szokták, sok oka volt, de egy oka biztos volt, költségvetési korlát. Számos más esemény került megvalósításra egy Marosvásárhelyen, talán sokak számára emlékezetes a Sapiens Egyetemen lezajlott nagyszabású konferencia és emléktáblavató ünnepség, ahol nagyon sok fiatal vett részt törvezetes módon, és hát kialakult egy olyan emléktábla, egy olyan kultuszhely, ahol 56-ot ezután a városban meg lehet minden alkalommal ünnepelni, lehet emlékezni az 56-os magyar szabadságharcra. És akkor 56-os évfordulója után, október 23-a után egyszerűen jött egy levél, amiben tájékoztattak, hogy mégiscsak van költségvetési forrás erre az ünnepségre, de akkor már értelemszerűen át kellett gondolni azt, hogy hogyan is ünnepeljünk, hogyan is emlékezzünk. És akkor kerestem meg a Marosvásárhelyi Egyesületet, Portik Vilmos barátomat, hogy gondolkodjunk azon, hogy mit is lehetne csinálni. Folytatom az ő méltatását. És akkor leültünk, és csatlakozott hozzánk ugye a Jazz and the Blues Club csapata Döme vezetésével, és akkor így hármasban kitaláltuk azt, hogy próbáljunk valamilyen formabontó eseményt szervezni, ahol a város jeles művészeinek részvételével emlékezünk 56-ra, emléket állítunk 56-nak, de úgy, hogy a lelkünket is egy próbáljuk egy picit felemelni, hiszen ugyanen egyetemes az a művészet, amit ma este hallunk, amilyen egyetemes volt 1956. Akkor a magyarság bekerült a világ körforgásába, ugye a magyar művészet is benne van a magyar körforgásába, és ennek sok-sok ága, és hát ennek a művészetnek a teljességét próbáljuk most itt megszólaltatni ma este. Úgyhogy én köszönöm a Marosvásárhelyi Egyesületnek, mint társszervezőnek ezt a mai estét, Portik Vilmosnak és csapatának, és köszönöm Dömének, DJ Dömének és a Jazz and the Blues Club csapatának, hogy sikerült így hármasban ezt a ma estét összehozni. És sokan nem fedő hittek benne, hogy a forgatagban se sokan hittek, amikor elindult, és mára már Vásárhely, Marosvásár egyik emblémájává vált a forgatag. Picit úgy vagyunk ezzel, mint ez a híres anekdóta, ami Niels Bohrról szól, aki köztudomásúan ateista volt, nem hitt Istenben, nem hitt a természet fölötti erőkben, csak a természeti erőkben hitt, hiszen ez volt a szakmája. És egyszer meglátogatta egy asztaltársaság, egy baráti társaság a vidéki nyaraljába, és döbbenettel, csodálkozva, álmukodva fedezték fel, hogy az ebédlő falán ott van a kereszt. És akkor kérdezték, hogy hát Bohr úr, ő köztudomásban nem hisz Istenben, nem hisz a keresztény jelképekben, miért van ott az a kereszt? És akkor azt mondta, hogy hát azért, mert akkor is működik, ha az ember nem hisz benne. Úgyhogy kicsit úgy vagyunk mi is ezzel a forgatagon, hál' Istennek, hogy nem biztos, hogy mindenki hisz benne, akkor is működik, és polgárjogot nyert itt Marosvásárhelyen, és reméljük, hogy ez még sokáig így lesz. És akkor még egy gondolatsort engedjenek meg. Ugye három olyan esemény volt, van az elmúlt időszakban, illetve van és lesz a következő időszakban, ami számunkra, magyar emberek számára fontos. Az egyik október 2-a magyarországi népszavazás, amelyen nagyon sokan vettek részt határon túl, több mint 50%-a vett részt a határon túli szavazópolgároknak. Ez egy fontos esemény volt a magyar emberek számára, még akkor is, hogyha ez esemény egy politikai kontextusba került, de szeretném itt is megköszönni mindazoknak, akik fontosnak érezték, hogy részt vegyenek ezen a népszavazáson. A másik esemény október 23-a, amiről itt szó esett, és amelynek egy lezárása ennek az emlékezés sorozatnak ez a mai este. És hátra még nagyon fontos esemény, december 11-e, amikor a romániai választópolgárok részt vehetnek a parlamenti választásokon. Ez egy nagyon fontos esemény minden magyar ember számára, ugyanúgy, ahogy a másik két esemény is. Nagyon fontos minden magyar ember számára az, hogy elmenjenek szavazni a romániai magyarok,
vegyenek részt minél nagyobb számban a szavazáson, annak érdekében, hogy minél erősebb legyen a bukaresti parlamenti jelenlét, minél erősebb legyen a romániai magyarok érdekképviseleti a romániai ügyek intézésében. Ez az a mód, ahogy bele lehet szólni a romániai közügyek alakulásába. Ez az a pillanat, amikor minden romániai magyar hallathatja a hangját, beleszólhat abba, hogy a sorsa hogyan alakul. És ha van erős érdekképviselet, akkor hiszünk abban, hogy erős lesz az erdélyi magyarság, ahogy hiszünk abban, hogy Magyarország is tovább erősödik, és ez a két dolog egymástól elválaszthatatlan, hiszen erős Magyarország nélkül nincs erős határon túli magyarság, erdélyi magyarság, és erős erdélyi magyarság, határon túli magyarság nélkül nincs erős Magyarország. Úgyhogy remélem azt, hogy december 11-e este, éjszaka, különösen 12-e hajnalban úgy tudunk egymásra tekinteni, hogy mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy bizakodva tekintsünk a magyar jövőbe. Köszönöm szépen még egyszer, elfogadták meghívásunkat, és mindenkinek tartalmas estét, tartalmas emlékezést, szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen főkonszul úr szavait. Most pedig Novák Csaba történész fog Marosvásárhelyről, Erdélyről beszélni 1956 szemszögéből. Hölgyeim és uraim, főkonszul úr, kedves meghívottak, elnök úr, kedves emlékezők, jó estét kívánok, vakít a fény, egy picit igyekszem átnézni. Amikor utoljára itt a színpad előtt álltam, mert ezen a színpadon még nem álltam, a másik teremben, igen, akkor a Pink Floyd tribute zenekart csodáltuk a kisfiammal. Most engedjék meg, hogy egy másik kedvenc progresszív együttesem egy sorával kezdjem a rövid bemutatómat. És pedig ez nem más, mint az East nevű magyarországi zenekar, aki még nem hallotta, azt próbálja ki. Egyik legjobb, sőt szerintem a legjobb magyar progresszív zenekar. Van egy 1956 című száma, amelyben van egy ilyen sor többek között, hogy egy hazug világ szilánkokra tört, megrendült a föld. Hát valóban megrendült a föld, 56-ban Magyarországon egy politikai földrengés zajlott le, amelynek az epicentruma Budapesten volt, de ahogy itt már az Albert Camus szavaiból is, tolmácsolt szavaiból is tudjuk, ez a rengés érezhető volt keleten és nyugaton is, tehát Moszkvától Washingtonig, Washingtontól Moszkváig, és megrendültek a Kreml falai is, és a washingtoni pentagoni falak is megrendültek, és ennek az eseménynek részese volt a határon túli magyar közösség is. A közösség jelezte azt, hogy a fennálló vasfüggvönyök ellenére sem sikerült elzárni a román hatalomnak Magyarországtól, és együtt tud rezdülni, együtt tud mozdulni ez a közösség akkor, amikor a nemzetnek szüksége van erre. A magyar forradalom bemutatta, hogy Magyarországon a magyar nemzetnek van szabadságvágya, és ezért harcolni is képes. Erdélyben pedig azt, hogy nagyon sokan feleszméltek, és rájöttek arra két dologra. Feleszmélés éve volt 56 Erdélyben, és az illúziók végének éve is volt 56-ban Erdélyben. A feleszmélés arra, hogy amint említettem, ha léteznek vasfüggönyök, voltak vasfüggönyök nem csak kelet és nyugat, hanem a szocialista országok között is, és ezen vasfüggönyök ellenére is az erdélyi magyarság együtt tudott dobbanni, együtt tudott lélegezni az anyaországiakkal, és az illúziók vége pedig azt jelentette, hogy nagyon sok erdélyi magyar rájött arra, hogy a kommunista rendszerbe vetett illúziói hitével komoly kérdőjelek merülnek fel, és nagyon sokan elveszítették hitüket. Nos, 56-ban az történt itt Marosvásárhelyen is, amit már a szekuritáti jelzése is jeleztek Bukarestnek, hogy nagyon sokan együtt éreztek a magyar forradalommal. Van egy olyan jelentés október 21-éről, hogy az emberek a buszokon, a tereken, az utcákon találkoznak egymással, és izgatottan beszélnek valamiről. Egy másik jelentés később 30-áról arról szól, hogy nem csak az orvosi diákok, amelyeknek zöme együttérzett a magyarországi forradalommal, hanem a tartomány, az egykori magyar autonóm tartomány lakosainak többsége is rokon szenvezik a magyarországi történésekkel. Aztán később van egy másik bejegyzés a krónikákban, hogy december 16-án Gyorgy Gyorgyiu Dézs Marosvásárhelyre látogatott, és kemény hangnemben ítélte el az egykori magyar autonóm tartomány lakosságának döntő többségét,
azzal a váddal, hogy szolidarizáltak, együtt éreztek a forradalommal. Voltak viszont olyanok is, ezt el kell mondani nyíltan, ha egy történeti beszámolót tartunk, akik valamilyen okból kifolyólag, kényszerből, zsarolás által, más N plusz egy dolog miatt kénytelenek voltak elítélni a forradalmat. Tehát erre is volt példa. De ezt azért mondom el, mert a történelem később, néhány évtized után úgymond igazságot szolgáltatott, és azoknak adott igazat, akik egy belső hangra hallgatva mindvégig kiálltak két nagyon fontos dolog mellett. A szabadság mellett, és mindent, amit a szabadság jelent, illetve a határokon átívelő nemzeti együttérzés, együttdobbanás mellett. Én azt kívánom önöknek, magamnak, magunknak, hogy ezt a belső hangot, amelyet sokan megéreztek és éreztek 56-ban, meg mind majd az 56-ot követő megtorlások alatt, sose veszítsük el, és ezen belső hang által irányítva cselekedjünk az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Novák Csavának, és most a Tiberius vonós négyes következik. Liszt Ferenc második rapszódiáját adják elő. Mm-hmm.
Kovács Csaba történész, ugye a határokon átívelő érzés, közösségről beszélt. Ime határokon és századokon átívelő érzés, közösség megszólaltatói voltak az imént, a nagyszerű Tiberius Orosz Lüdes. Nos, tudjuk, hogy Erdélyben nem volt néven nevezhető forradalom, de nagyon sok embert végeztek ki. Kínoztak és hurcoltak meg nézeteikért, magyarságukért. Sokan pusztultak el az embertelen bánásmód és körülmények hatására. Kegyelettel kell emlékeznünk a budapestiekre és az itthoniakra is, akik hősök voltak, mert törekedni mertek, mert szebb és jobb jövőt akartak. Ahogy Sipos Domokos, Dicső Szentmártoni költő mondta, bizony mondom, mint hős az, aki itt él és törekedni mer. Most pedig Páskán Dine és Sebők Anna, Dávid Gyula és Tófaldi Zoltán közlései alapján összeállított a Gyanútlanok forradalma címet viselő írás következik. 1956. október 26-án Kolozsváron a Bábes Egyetem rektora Rá Luka Lipa azt mondta: úgy szolidarizáljon a román egyetemi ifjúság a magyar forradalommal, hogy annak követelései között szerepel Erdély visszafoglalása. Az akkori román vezetés politikai eszközként használta föl ezt a valótlanságot, miszerint Nagy Imre kormánya és forradalmi csoportjai visszakövetelik Erdélyt. Utólag ezzel indokolta az egy évtizedig tartó embertelen megtorlás sorozatot. Az egész erdélyi magyarságra jellemző volt akkor a gyanútlanság. Nem fogta fel, mire képes a hatalom, hogy nem csak nézeteikért, hanem magyarságukért is megkurcolják őket, ha lázadnak. A fiatalok szervezeteit a Pácsiumban, Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön, Síkszeredában vagy Váradon ez a gyanútlanság jellemzi. E spontán forradalmi mozgalmak valóban szervezetté akartak válni, de erre nem volt idő és lehetőség. Csak utólag a román hatóságok kreáltak belőlük szervezetet. Puskát, robbanószert nem tudtak szerezni, milyen fegyverekkel harcoltak volna. Ma a való világos időkben talán furcsának tűnik, de az egyik leghatásosabb fegyver a vers volt. Nem véletlen, hogy a házkutatások idején a hatóságok elsőként a verseket keresték. Ehhez tudni kell, hogy Erdélyben a vers életforma. A kihallgatásokon mindenki bandita és hazátlan volt. Szitták folyamatosan a szülőket és a házastársakat, beletapostak a foglyok családi, nemzeti érzéseibe. Nagyon magas az elítéltek közt a fiatalkorúak aránya, s amint megyünk előre az időben, úgy mind súlyosabbak a büntetések, és akár egy-két esztendeig is elhúzódnak a perek. 1956-ban három, a temesvári egyetemisták, a kolozsvári egyetemisták, köztük Balázs Imre, a későbbi híres marosvásárhelyi festőművész perében hirdettek ítéletet több mint 50 személy felett. 1957-ben 10 perben több mint 60 személy felett hirdettek ítéletet, két életfogytiglani ítélet is volt. Marginálu főhadnagyot halálra ítélték és végre is hajtották az ítéletet. Kádár János 1958. februárjában Erdélybe látogatott, hogy barátságáról biztosítsa a román elvtársakat. Ekkor egyértelművé vált, hogy Magyarország nem fog szót emelni a romániai magyar áldozatokért, és nyakló nélkül kezdték osztogatni a 25 éves és a halálos ítéleteket. 1958-ban 9 perben több mint 50 elítélt, ebből 22 életfogytiglani, 15 halálos ítéletet hajtottak végre. A marosvásárhelyi Nagysamu és Velicsek András perében 1958-ban két tényleges életfogytiglani ítélet. 1959-ben 9 perben 155 elítélt. Összesen 1792 év börtön, átlagban több mint 10 év és egy halálos ítélet. 1960-ban egy 7 személyből álló csoport pere összesen 47 évre ítélték őket.
1961-ben 5 perben 68 személy ellen hirdettek ítéletet, összesen 1260, átlagban 18 évet róttak ki. 1962-ben volt a Gyergyó újfalusi kisiskolások pere. György Udé is 1965-ben meghalt és jött Ceausescu. 1966-ban ismét csoportosan ítéltek el 56 embereket. Miközben szavakban deklarálták, hogy kiürültek a fogolytáborok, nincsenek már politikai elítéltek, sorra megteltek újra a nehéz börtönök. Főként magyarokkal. 1965-ben a Gyergyószentmiklósi erdélyi ifjúságcsoport perében összesen 7 személyt ítéltek el. 1966-ban a gyergyói Török József csoport perében 12 személyt ítéltek el. 56 miatt börtön szenvedett marosvásárhelyiek a teljesség igénye nélkül Varga László, Bartis Ferenc, Balázs Imre, Velicek András, Nagy Samu, a Dávid Sándor csoport, a Betanista csoport egy része. Románia lakosságának 8%-a volt magyar abban az időben, de a bebörtönzötteknek egyharmada magyar volt. Például Szamosújváron 11 ezeren raboskodtak, és 30%-uk volt magyar, 20%-uk szerb, zsidó, német, és csak a többi román. Minden nemzetiségből, társadalmi rétegből, legyen az értelmiségi, iparos, munkás, földművelő, a legjobbakat vitték el. Ahogyan Páskándi Géza fogalmazott, soha olyan elit társaságban nem volt, és nem is lesz. A 19 per 800 elítéltje közül, aki él és Romániában marad, szerény kárpótlást kapott. A Magyarországra áttelepültek, kimaradtak a kárpótlásból, a nyugdíjukban se számítottak be börtönéveket. Valamennyi erdélyi 56-os esetében semmissé nyilvánították a kimondott ítéleteket, törölték a priuszukat, de tényleges rehabilitáció nem történt. A Román Ortodox Egyház komolyan veszi az 56-osok ügyét, emlékműveket emel, de ezeken csak elvétve találunk magyar neveket. A Duna-deltában és a Brajlai Nagy-szigeten meghalt foglyokat jel nélkül temették el. Sokuk nyugvóhelye ismeretlen. Ez a legszörnyűbb. Anyák, feleségek, gyermekek, unokák, barátok még virágot sem vihetnek azoknak a sírjára, akiket 56 miatt pusztítottak el. Attól, hogy a határok Trianon után máshol húzódnak, az Erdélyben élők történelmi emlékezete megmaradt. Furcsa lenne, ha éppen mi, erdélyiek felejtenénk el közösen gondolkodni az összmagyarság ügyére. Most pedig Molnár Ede megzenésítésében egy népdal hangzik el, a Hely nádas felől jönnek a zsandárok című Liczi Vilka, Krisztina és Molnár Ede előadásában. Majd vers következik Liczi Vilka, Krisztina előadásában, és egy másik megzenésített költemény fog következni, amit Molnár Ede zenésített meg. Géretz Attila az 56-os költők egyik legjobb képviselője, az 56-ban elítéltek egyik sajnálatos vesztesége, Géretz Attila, magyarországi költő, híres verse, az Így bocskorosan címűt zenésítette meg Molnár Ede, Ricsuk Ilka, Krisztina és Molnár Ede előadásában fogják hallani. Hely nádas felől jönnek a zsandárok, zörgetik az apró szemű látszót, rám verik a láncot. Hely, kis angyalom, ne tarts ezzel számot. Rám verik az apró szemű láncot. Angyalom,
hozzám számot. Hely, nem szeretem az idők járását. Megfordítom kalapom állását. Nem árt annak sem eső, sem darab. Hely, míg a jég is csak lepereg róla. Nem árt annak sem eső, sem darab. Hely, míg a jég is csak lepereg róla. Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a füstsötétben lobogó vádbeszédben, beismerésben. Rabok falmorzé jelében. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben. Nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban. Nem csak az éjben halkan síkló gépkocsi zajban, meg abban megállt a kapuajban. Abban, ahogy a halló közben érzett, figyel egy idegen fül, mert zsarnokság van. Az atyai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahol a gyermek idegennel beszélget, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban. Mert zsarnokság szól, lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Vonat kereke, hallod? Nap vagy. Arra kattog. És nem érzed már mi élni. Hús és kenyér mi. Mi szeretni? Kívánni? Karot kitárni? Hol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad. Ott magad is zsarnokság vagy. Thank you.
Számon primas, mosolygás a jelszó, füttyön, csibészes, én is feljutok. Szélnek öltözök, s karjukra fűznek mind a fény a lábok, s eltáncolunk a fejetek fölött. A körmöd alá tüskét vernek. Sötét zárkába vasra vernek. A húgycsövedbe ceruzát húznak. Szerettedért becsuknak, túsznak. Ne feledd, semmi sem tart örökké. 150 év alatt sem lettünk törökké. A nyelvedet kifacsarják, magzatodat kikaparják, ha megtömnek kábítószerekkel, hogy kibékülj a perekkel. Ne feledd, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. A országodban ketrecbe zárnak, a átbújnál aknákkal várnak, ha átrepülöd, megbélyegeznek.
Holtadik, ha kartot ékra tesznek, ne feledd, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. A lazábban fogják a kantárt, civilbe bújtatják a zsandárt. Ha a rendjeleket osztogatnak, csak néha napján fosztogatnak. Még ha feléd is rúgják a koncot, szolgának kapsz egy nyomoroncot, ha bülbül szavakkal csalogatnak, s ahol fáj, ott nyalogatnak. A sörbetre, turbánra telik és borra, gondolj akkor a sejem zsinorra. Ne búsulj, kenyeres, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. Boros Emese, Cseh Tamás Korvin köziek című dalát. Ez itt az Én hazám Máté Péter dalát és Igazán című dal, Ákos dalát fogja előadni. Fogadják szeretettel. Szép estét kívánok mindenkinek. Örülünk, hogy itt lehetünk ma önökkel, és együtt ünnepelhetünk, igazából emlékezünk, de ugyanakkor ünnep is számunkra az, hogy meg tudtunk maradni magyaroknak, meg tudtunk maradni egy népnek, és a múlt a számunkra nagyon fontos. Úgy érzem, hogy ott dől el, hogy kik vagyunk, hová tartozunk, és hogy merre fele haladunk. A jelen az, amit az egyedüli, amit meg tudunk változtatni, jövő pedig hit nélkül nincsen. Az én dalválasztásom is a múlt, a jelen és a jövő szerint sikeredett. Az első dal, Korvin köziek, a múlt. Jöttek, súgt a szomszéd.
nagyfiú. Nőtt árvára újabb árva, folyt a háború, és a világ sose tudja meg, hogy kik voltak a Korvin köziek. Egyre nőtt, meghaltak, és egy se tudja meg, hogy kik voltak a Korvin köziek. Rongyok égnek, lángjuk, égig csap, és lezuhan. Ezt a képet látom újra, szombat este van. Azt, hogy hol lakunk, hogy mink van nekünk, hogy tudunk gyönyörködni hegyekben, rétegben, tele virágokkal, patakokban, ásványvizekben. A jelen, ez itt az én hazám. Követ rá.
harcra, szabadságharcra emlékezünk be ugyanakkor. Miért is kellett, hogy ez megtörténjen? Mi lenne, hogyha úgy élnénk a életünket, hogy betartanánk azokat a szabályokat, amiket valaha egy ember kőtáblákra vésett? Mi lenne akkor a világban? Béke? Szeretet? Megértés? Igazán. Thank you.
azt a hatalmas férfiúi erőt, elszántságot, bátorságot, mely szembeszállt a behemót nagyhatalommal, a Szovjetunióval, színpadon leginkább tánccal lehet kifejezni. Kanutaszegi legényes táncok következnek a Maros Művész Együttes előadásában. Fogadják szépen! Yeah.
Megköszönöm a jelenlétüket, megköszönöm a szívükből áradó szeretetet, amit itt fent érezhetünk a színpadon. Megköszönöm művésztársainak a fellépést, a beszédeket. Kívánok nagyon jó egészséget, áldásos adventet és nagyon boldog karácsonyt. Márai Sándor, Mennyből az angyal. Mennyből az angyal. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincs aranydió a fákon, nincs más csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertya fényvilágol, melegházakban terül asztal a pap, ékes szóval vigasztal, selyempapírszizeg ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És sok ember elmegy előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta, velem mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, s vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember,
de szólni hozzá egyik sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyi fa, az ördög hozta, az angyal hozta. Ki köntösére kockát vetnek, nem is tudják, hogy mit cselekesznek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek rende kérdik, hogy ez mi végre kellett, miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem csendben várta a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá egyik sem szól, mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról, különös ez a karácsony, az ördög hozta, az angyal hozta, ki köntösére kockát vetnek, nem is tudják, hogy mit cselekesznek, csak orrontják, nyínak gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon, és a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett, miért nem pusztult ki, ahogy kérték, miért nem csendben várt a végét, miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt meg itt, mint a tenger, mitől remegtek világrendek. Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik. Mi történt? Kitették csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár és a pásztor az alomban a jászol mellett. Az élet elefent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillagék, hasad a hajnal, mondd meg nekik. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok. Na még egyszer, együtt. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menve lássátok, Istennek fia, aki született jászolyban, jászolyban, öli szent néktek, üdvözítőtök valóban, valóban. Köszönöm szépen, hogy együtt énekelhettük, és ilyen áhítatos lélekkel várhatjuk a karácsonyt. Isten áldja Önöket!